kérem, fáradjanak a helyükről. 12 óra múlva megnősül. Kérdez az óvó, egyáltalán. A legeslegjobb barátom az óvodából, nála kedvesebbet nem ismerek. A vőlegény barátom? Én vettem el a szüzességét. Oda kell mennem holnap, a szemébe néznem, és megkérdeznem, hogy tényleg ezt akarja. Az esküvője napján nem lehet, hogy elkéstél egy kicsit? Épp most nősültem meg. Egy másik univerzumban ez másképp van, és millió univerzumban. Zazi! Olyan érzésem van, hogy ezt az egészet már hallottam egyszer már láttam ezt. Ébren vagy? Egy esküvőn vagyok. Nem tudom, hogy voltam-e már itt. Ő Anton, egy jó barátom. Jól van, akkor vigyázz magadra. Régen én is a jó barátja voltam. Mi lenne, ha most egyszerűen csak elmennék? Hát ez az, nem mehetek el innen. Valami dolgom van itt, én... Ne már! Azt hittem, az esküvőn vagy. Nem, ma nem. Igen, meg akarom lepni magam. Mesélsz nekem valamit? Mit? Egy történetet 9 éves korodból. Annyira félek. Épp valami óriási baromságra gondoltál. Nem. De... Lefeküdtem a lakótársammal. Nem csak egyszer, hanem újra meg újra. És kedveled? Azt hiszem, nagyon is. Kérlek, hogy azonnal távozz az esküvőről, és soha többé ne gyere vissza. Csak mondd el az igazat. Zazi, hadd esküdjenek meg! Ez az ő döntés! Nem! Zazi! Takarolj! Meghalt? Örökkön örökké! Megmondanád, hogy mit csináljak? Semmit. Hát csak mosolyogj.